Záhony és térsége fejlesztését kiemelten kezeli a kormány, mivel az ipar, a kereskedelem és az idegenforgalom szempontjából kulcsfontosságú, hogy a Kelet kapujának nagy legyen a logisztikai áteresztő képessége és az ott működő cégek szolgáltatásai vonzóvá tegyék a térséget. Ehhez szükséges a megfelelő úthálózat. A Fényes-Litkei elkerülő utat az elmúlt évben kezdték építeni. A Fényes-Litke elkerülő új nyomvonalú út 3,8 km hosszú, az északi végén együttágú körforgalommal, ebbe csatlakozik a már korábban elkészült Komorói elkerülő, illetve az ipari logisztikai park két belső útja, valamint a park és a 4-es főút kapcsolatot biztosító útszakasz. Ennek a főúti átütésnek az érdekessége, hogy ez az út két híddal keresztül Nyíregyháza Záhony vasúti fővonulat, a Fényes-Litkei rendezőpályaudvar iparvágányait, valamint több összekötő és szerviz utat is. Jelenleg az elkerülő út pályaszerkezeti és vízépítési munkái, a 4-es főúti csomópont, valamint a keresztül vasútvonal fölötti felüljáróknak az építése történik. A kommunikációs igazgató még elmondta, hogy a 2014-20-as uniós ciklusban prioritásként szerepel az úthálózatok fejlesztése, így a következő években további hasonló beruházásokra lehet számítani a térségben.